Mester Györgyi, karácsonyi mese. Egészen december közepéig nem esett egy szem hó sem. Ugyanakkor a nagyon hideg reggelek miatt félő volt a szántóföldeken a mag fagy és a következő évben soha nem látott éhénység sújtja a falut. Azután egyik napról a másikra mégiscsak elkezdett havazni. A szegényes viskókat egyformával varázsolta a hófehér paplan. Mindegyiket óvon betakarta, megszépítette, egyenlővé tette őket a földes úri kastéllyel. A gyerekek örültek a legjobban a késve beköszöntő télnek, hógolyóztak, szánkóztak, élvezték a friss tiszta levegőt. A kis falut erdő ölelte körül, azonban abban csak tölgy, bükk, gyertyány és berkenye nődöget, még csak véletlenül sem őt fenyő. Ott volt azonban már a nyakukon a karácsony, és amíg eddig minden évben a környék leggazdagabb embere adott a falunak egy fenyőfát, ez az idén elmaradt. Meghalt ugyanis a jóságos földes úr és a fia, az utódja már úgy gondolkodott, ugyan miért is áldozna drága fenyőjéből egyet is a szegények karácsonyára. Inkább eladja a vastag vaskerítéssel, körbevet kertjében nevelt kis fenyőket valami gazdag kereskedőnek, aki busással megfizeti azok árát. Pár nappal, karácsony előtt mindenki úgy gondolta, a falu nem fenyővel üli meg az ez évi ünnepet. De hát nem rajtuk múlott. Ha valami nem adatik meg, azzal nincs mit tenni. Egyedül József a falu asztalosa hitte azt, hogy mindenen lehet segíteni ő legalábbis megpróbálja. Fiatal házas volt, decemberre várták az első gyermeküket. Úgy remélte, ilyen családi boldogság mellett gyermekük első karácsonyát nem ülhetik meg fenyőfa nélkül. Önkéntes számvizet vonult bevonult hát, elbalikádozta magát a műhelyében, és két állónapig elő se jött. Csak dolgozott. Hogy mén, azt még a feleségese se tudta, pedig ő naponta háromszor kopogtatott be Józsefhez az ennivalóval. Azután csak előkerült József. Egy magasban nyúló, lepedővel letakar dolgot hozott ki a műhelyéből, s azzal egyenest a templomba sietett. Csak a plébános úrnak volt hajlandó megmondani, ő mivel is járul hozzá a karácsony ünnepléséhez de kérte, hogy karácsony napéig tartsák titokban. Másnap aztán, karácsony csak úgy tódultak be az emberek a templomba. Ami mindenkinek legelőször a szemébe tűnt, az oltár melletti letakar csúcsos holmi. A szentmise megkezdődött, és lekerült a lepel arról a furcsa valamiről is. Hát egy fenyőfa volt. Egy fűzészen ilyen kifaragott, zöldre festett karácsonyfa. Az ágak végén tartóban gyertyák álltak, és volt még a fán színes erdei bogyókból font dió, meg apró piros alma, és patogató kukorica hófehér gömbjei. A gyertyákat meggyújtották, és a lecsurgó viasz olybá tette a fáskát, mint a olvadó hó lepte volna el ágait. Szép volt úgy, ahogy volt. Mindenki boldog volt, mert ez a fából készült kis fenyő elhozta számukra a karácsony örömét, békéjét. Soha többé nem szorultak a gazdag földes úr adományára. Megvolt a saját maguk fenyője, ami legszebb volt, és legmaradandóbb minden más gazdagon díszített fenyőnél.